maszatos a szemüvegem. De egy, jó lesz. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban a júniusi olvasmányaimat fogom összegezni, ugyanis ma már július van, tehát ideje lezárni, hogy miket olvastam az előző hónapban. Egészen véletlenül júniusban nagyon-nagyon sok magyar szerzős könyvet olvastam, úgyhogy egy eléggé erősen magyar szerzős hónap van a hátam mögött. Hány könyvet olvastam most van nálam? 7 könyvet olvastam, abból 5 magyar szerzőtől volt, úgyhogy csapjunk is bele, és nézzük, hogy mik voltak ezek a könyvek, amiket júniusban olvastam. Kezdem is. Az első könyv, csak csúszik a kupacom, az Viola Szandrától a Világfa 9 ága hajnal öröksége című kötet volt a Szkalár kiadótól, amit recenzióba kaptam, úgyhogy innen is nagyon szépen köszönöm még egyszer a kötetet. Ez egy olyan sztori, ahol kicsit így a Covid idejére visszateleportálunk, amikor is a lezárások voltak, és a főszereplőnk hajnal az apukájával egy ilyen vidéki kúriába költözik, ami a saját kúriájuk a Covid idején, hogy ne bent legyenek a városban a sok baci között. És hát a főszereplő 16 éves, és hát ugye annyira nem tetszik neki, hogy kiköltöztek vidékre nyilván, és itt ilyen magyar, a magyar népmese elemek per babonák keverednek bele a sztoriba, és akkor így végül is nem lesz annyira unalmas a vidéken töltött élet, mint ahogy hajnal gondolta, hogy lesz. Alapvetően ennek a könyvnek egyébként tök jó volt a koncepciója. Én egyébként teljes meggyőződésem volt, hogy ez egy gyerekkönyv, valahogy a fülszövegben átugrottam, hogy 16 éves a főszereplő, tehát nem, ez egy ifjúsági kötet, annak viszont nagyon pici. Tehát egy 160 oldalas könyvről beszélünk, és igazából a legnagyobb problémám az volt ezzel a kötettel, hogy kidolgozatlan. Mármint, hogy van egy tök jó sztori alapja, amivel dolgozik, viszont gyakorlatilag csak így bombázza az olvasóra az, hogy éppen mi történik, meg mi van, meg hogy így az ilyen mondaelemeket, meg népmeseelemeket így bedobálja, és semmi magyarázat nincs hozzá, hogy miért lényegesek ezek a dolgok. Ami engem olvasás közben folyamatosan így hát kidobott a sztoriból, nem tudom jobban mondani, tehát hogy így nem értettem, hogy mi miért történik, csak úgy volt, és így mentünk, és haladtunk a sztorival, hogy egyik nap ez történt, másik nap az történt, és így végigolvastam a könyvet, és érdekes volt, viszont teljesen azt éreztem, hogy ez olyan volt, mintha egy kivonatot olvastam volna, nem a teljes sztorit, és így nem is értettem az összefüggéseket bizonyos események között. Pontosan ebből az indokból kifolyólag, hogy így nem volt meg a megfelelő világépítés hozzá, ami kellett volna. Még akkor is, ha ez egy gyerekkönyv, és nem 16 éves a főszereplő, amit én egyébként annyira nem érzékeltem, nagyon kevés volt a világépítés ahhoz, hogy ez a könyv... Mármint volt egy mágia rendszere, ugye, meg volt az a mondavilágrendszer, ami átítatta, és így... és nem volt hozzá semmi magyarázat. És ez nagyon zavaró volt az olvasás során, pedig egy tényleg nagyon érdekes történet is lehetett volna, ha kicsit jobban ki van dolgozva, ha mondjuk egy 100 oldallal hosszabb ez a könyv. Tehát ott kezdtem el sejteni, hogy itt valami nem lesz teljesen 100%-os, amikor van benne egy macska, és az a macska egy ponton megszólal. És hajnal azon így két mondat alatt túlteszi magát, hogy oké, beszél a macskám, de az a Luca néni, aki egyébként így gyakorlatilag bevezeti ebbe a mondavilágos mágia rendszerbe, ami van a kötetben, amikor ő bármit mond, hogy hát igen, van a világfa, ami minden világnak a jólétért felel, meg hogy vannak ezek azok a mágikus lények, akkor meg csak így kiröhög, így ha, jó vicc, ilyenek nincsenek is, és így te beszél a macskád, és azt el tudtad fogadni, úgyhogy ez így... Voltak benne ilyen fura dolgok, így összességében tényleg azt mondom, hogy kidolgozatlan volt ez a könyv, hosszabbnak kellett volna lennie, több részlettel arról, hogy mi miért történik benne, hogy mi micsoda, mert így az olvasóban szerintem legalábbis kicsit az az érzés maradt, hogy hát oké, de nem értem, hogy miért, hogy, mert ilyen nagyon nagy ugrásokkal haladtunk a cselekményben. Következő, az Fiala Borcsától volt a Lepkebáb, ami egy nagyon friss megjelenés. A könyv hét előtt, tehát a könyv hétnek a szerdai napján voltunk Esztivel a könyv bemutatóján a Kolibri kiadó
rendezésében, és az benne is volt a könyvheti vlogomban. És én ezt akkor el is kezdtem olvasni, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen lesz. Kicsit ilyen Alice Csodaországban kaliberű sztorit kell elképzelni, hogy a főszereplőnk Liza egyik nap, miután ilyen több mindent, információt kap a barátaitól, ami annyira nem tetszik neki, meg így érzi, hogy jön ez a tinédzserkori változás, hogy így mindenki kicsit másfele orientálódik el, mint eddig volt. Megnyílik alatta a szobája padlója, és átrepül egy másik világba. És hát gyakorlatilag arról szól a könyv, hogy ő megpróbál hazajutni, és közben mindenféle kalandokba, kalamajkákba keveredik. Nagyon izgalmas volt a könyv, és igazából nagyon tetszett. Érdekes volt. A közepén éreztem egy icipici leülést, ahol így nehezebben vettem rá magam, hogy fölvegyem. Illetve a legvége volt nekem kicsit furi, mert nem tudtam eldönteni, hogy most ilyen metaforikusan kell érteni az egész utazást, vagy konkrétan úgy kell értelmezni, hogy vége lett. Tehát ott nekem az egy kicsit ilyen furcsa volt, mert ahogyan a kötet építette magát, én a saját értelmezésem szerint úgy értelmeztem a végét, hogy így, hogy pár év kiesett Lizának, amíg így a tinédzser kor nehezebb évein egy átesett, és ez így nekem annyira nem klappolt, kicsit ez ilyen furi befejezés volt, de alapvetően meg nagyon tetszett maga a kötet, szerintem tök jó stílusban volt megírva. Egyébként az elején volt egy azonnal egy olyan dolog, amivel nagyon-nagyon tudtam rezonálni, így nem tudom, a harmadik oldalon. Ez a tipikusan igazából az a kérdés köre a kötetnek, hogy nem tudod, hogy mikor lesz valamiből az utolsó, és hogy mondjuk eltervezed, hogy nem tudom, van valami szokás, amit csinálsz, mondjuk minden héten beülsz a barátnőkkel, amint a kötetben mi az a bubble tea-t inni, és nem tudod, hogy mikor lesz az utolsó alkalom, mert lehet, hogy úgy viszed, hogy jövő héten is jövünk, és aztán nem. Szóval ilyenek, igazából ezzel indul az egész történet, és akkor nyilván a... Nem azt mondom, hogy erre van ráhúzva, de hogy ez egy olyan dolog, amit sokat feszeget maga a sztori. Úgyhogy tök érdekes volt, tetszett is nagyon, úgyhogy Fél a borcsára innentől jobban felfigyelek, mert egyébként még nem olvastam tőle, de valahol, ja igen, itt a végében van egy lista a könyveiről, amik már megjelentek. És nagyon-nagyon szép ez a borító, annyira szép, nagyon szép ez a könyv. A következő legyen Szabó Krisztinától az Ellopott kívánság, amit egyrészt ezt a könyvből képzőtől kaptam recenziós példányként, úgyhogy ezt is innen is nagyon szépen köszönöm, illetve visszatérően a Kolibri kiadónak is köszönöm, hogy meghívtak a könyvbemutatóra. Szóval, az Ellopott kívánságot Andi lobbizza még mindig. Ugye neki ez idén kb. Az egyik kedvenc könyve, vagy a kedvenc könyve, mivel hogy nagyon hozta neki a Dave Abad életérzést, ugyanis ez egy keleti ihletésű fantasy szintén. És én is ugye most olvastam a Dave Abadot. És gyakorlatilag a sztori kiindulási pontja nagyon hasonló a Dave Abadhoz, tehát van egy tolvajunk, aki titokban gyógyító mágiával rendelkezik, és van egy hercegünk, aki... Hát van egy hercegünk, egy a legkisebb fiú a családban, és ők ketten összeszövetkeznek, hogy ellopjanak egy lámpást. Úgyhogy Aliát Asmar elviszi a palotába, mint a szeretője, úgyhogy kicsit van ebben a kötetben egy állkapcsolat per enemies to lovers is, ugyanis Alia nagyon utálja a szultánt és a gyerekeit, mert hogy az édesanyját ők ölt, vagy hát a szultán ölettette meg. Ez a kiinduló pont. Ez egy romantikus könyv, tehát, hogy benne van a fantasy része, meg benne van benne másról is szó, de főként nyilvánvalóan romantikus könyv, és nagyon jól csinálta a könyv a romantikus részét. Úgyhogy nagyon jól esett a kis lelkemnek, de egyébként tehát a Dave Abados hasonlóság az ott kimerült, hogy a gyógyító tolvaj meg a herceg, mert onnantól nyilván teljesen más kaliberű is a könyv, mert ugye ez egy ifjúsági kötet, a Dave Abad felnőtt kötet, ez egy romantikus kötet kifejezetten, úgyhogy én nekem kicsit azért is esett nagyon-nagyon jól, kicsit nagyon jól, mindegy, mert hogy a Dave Abadban nagyon pici a romantikus rész, tehát így el van hintve a romantikus szál, de nincs vele, nem arról szól a könyv, és nincs így kidolgozva, vagy kimutatva az a rész inkább. Ez pótolta azt a hiányt, ami bennem volt, és nagyon jól csinálta, kicsit pofátlanul jól csinálta ez a könyv. Nagyon-nagyon élveztem az írásmódot, nagyon tetszett az is. A két főszereplő közötti dinamika
csodálatos. És egyébként engem ott megvett kilóra ez a kötet, amikor Ash már olyan 100 oldal körül vett a Liának egy lovat. Engem könnyű boldoggá tenni ezzel, azt mondtam, hogy oké, okay, figyelj, innentől felesleges magadban az a monológa, hogy elkezd, hogy hát vajon ő is azt érzi-e már, amit én. Igen, vett neked egy lovat, ez szerintem egyértelmű jelzés, tiszták a szándékai, go for it. De egyébként nagyon hálás vagyok a kötetnek, mert nem hozta be igazából ezt a dolgot, hogy jaj, hát de ő még biztos még mindig csak megjátsza az érzelmeit, tehát ez nem volt benne, ami az ilyen állkapcsolatos sztoriknál benne szokott lenni, és nagyon utálom, főleg amikor egyértelmű, hogy Chelsea, a csávó is teljesen oda van, érted, úgyhogy ne szenvedjünk feleslegesen. Ilyen nem volt benne, amiért nagyon hálás vagyok. Volt egy nagyon izgis, tehát maga a sztori nagyon izgalmas volt a mögöttes része is, de a szexuális feszültség, meg a romantikus feszültség is ebben a könyvben az 10/10 volt, tehát így olvastam a könyvet, és így mindig jött valami olyan része, amikor már így néztem Balázsra, így mellette olvastam, hogy hú, te, most már itt lesz valami, és mindig volt valami, ami miatt nem volt. És természetesen pont a vonaton értem oda az a részhez, amikor már volt valami. Mert nyilván hol máshol érnék pont az a részhez. Egyébként tök véletlenül, tehát ilyen félig olvastam a könyvet, és így valahogy a vonaton lecsúszott a második fele, amit őszintén szóval lehetetlennek tartottam. De megtörtént. Nagyon gyorsan olvasható könyv, ez is bizonyítja. Illetőleg ugye ez egy ifjúsági könyv, tehát abszolút nincsenek benne explicit jelenetek, viszont volt egy explicitebb jelenet, ami... tökéletesen volt megírva. Mint tudjuk, hogy én nem szeretem az ilyen hálószoba jeleneteket olvasni könyvekben, főleg nem az ilyen végtelen részletekben menő dolgokat, mert... főleg nagyon úgy szokták őket megírni, hogy borzasztó. Ez nem úgy volt megírva, itt tudtad, hogy oké, itt most ez fog történni, de eleve inkább az érzelmi feléről közelítette meg, mint a grafikus leírás feléről a szerző, úgyhogy nagyon jó volt, tehát ez egy pont annyi volt, amennyi így elég, és nem kellett több, és így tökéletes volt, úgyhogy oda-vissza vagyok ezért a könyvért, és imádtam, és nem volt probléma, hogy most olvastam a Dévabádot, mert mondom bennem azt a kis űrt, amit a romantikus rész hiánya hagyott, az tökéletesen betömte ez a könyv, még lehet túl is tömte, de nagyon-nagyon jó volt, és a legvégén még picit el is érzékenyültem, úgyhogy ez egy nagyon jó könyv volt, és hát mennyire csodálatos ez a könyv, nézzetek már rá, tehát kívülbelül csodálatos. A következő kettő legyen két Holden Rose kötet, az a Lapoz és Parez ilyen kiadói sorozatban megjelent ilyen kis paranormális gyerekkötetek. A harmadikat most olvasom egyébként, csak az már nem fér bele júniusba. Unokahúgom itthon van, úgyhogy ha hallotok ilyen gyerekhangokat, az ő. Szóval, ezek ilyen paranormális gyerekkötetek, amik Farangó szigetén játszódnak, és hát az első kettőt azt úgy vettem észre, hogy így konkrét karakterek nincsenek megemlítve, de az első meg a harmadik az már jobban kapcsolódik, na mindegy. Szóval ezeket is a szerző küldte el nekem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm őket. És ilyen az első kötet, a Lapátos fickó arról szól, hogy Timó lát egy ilyen szellemet, aki egy ponton, egy ideig csak nézegeti őt, aztán elkezdi követni, és így az iskolában mondjuk dolgozatoknál a válaszokat a fülébe suttogja, de aztán kezd el durvulni a helyzet, és hát valamit kezdeni kell ezzel a szellemmel. A második kötetben pedig az azonosított repülő tárgyban egy repülőcsészaj jelenik meg, és ezután az emberek elkezdenek furcsán viselkedni, és itt meg a főszereplőnk Lester, hát rájön, hogy itt az űrlények azok kicserélik az embereket, tehát, hogy ők fölkerülnek, az emberi tudatok fölkerülnek egy űrhajóra, míg az űrhajón lévő tudatok lekerülnek az emberekbe, és akkor ő is így átkerül több testbe, és próbálja magába visszakeríteni a saját tudatát, illetve hogy megoldani ezt az egész űrlény problémát, ami van. Mind a két kötet egyébként nagyon izgalmas volt, nagyon jól voltak úgy fölépítve a fejezetek, hogy mindig akart még egyet, meg még egyet olvasni, meg ugye mivel gyerekkönyvek nagyon rövid fejezetekből is állnak, ilyen 180 oldalas könyvekről beszélünk. Tök jó témákat boncolgat azon felül is, mint ami nyilván a paranormális része a köteteknek, tehát eleve ez a
felsős környezet, ami van benne, meg ugye, hát, hogy felsőben már elkezdenek durvulni a gyerekek egymással, meg ez a státusz helyzet, hogy ki hol áll a társadalmi ranglétrán az osztályon belül, és kifejezetten a második, azt nagyon durván végigizgultam már, mint nagyon durván stresszes volt az, hogy így Lester nem a saját testébe kerül vissza, hanem így más testébe kerül a tudata, és akkor nagyon stresszes volt, hogy végigizgultam, hogy vajon sikerül-e neki visszakerülni a saját testébe, és a végén, ami a megoldása lett a sztorinak, az is egy kicsit ilyen nem várt fordulat volt, mert volt benne egy nagyon durva nem várt fordulat számomra, úgyhogy ezek után így nagyon kíváncsi vagyok már a harmadik részre is, vagy hát a harmadik kötetre igazából, ez nem egy sorozat, hanem egy kiadói sorozat inkább, tehát hogy külön is lehet őket olvasni, szóval hogyha valakit nem érdekelnek a szellemek, olvashatja ezt a részt, tehát hogy semmit nem kell tudni egymáshoz igazából a két kötetben. Úgyhogy ez volt még az utolsó két könyv, amit kiolvastam a hónapban, de ezeken kívül még van, csak most először a magyar szerzős szekciót tudtam le. Olyan kis könnyedek, de vannak benne komoly témák is, és izgalmas is. Ha majd lesz megint ősz, mármint majd ősszel, lehet, hogy fogok csinálni egy ilyen paranormális halloweeni könyvajánlót, mert azt hiszem egyszer már volt, de régen. Ezek például tökéletesen illenek ahhoz is, hogyha valaki mondjuk ilyen őszi hangulatú könyvet keres, mert szerintem pont abból kifolyólag, ugye, hogy paranormális kötetekről beszélünk, tökéletesen hozzák azt a hangulatot. Igaz, én ezt így most június közepén olvastam, de na, értitek a lényeget. Az utolsó kötet, amit tudok mutatni, és júniusban olvastam, az a Norvakációja volt, Iléna és Maria Szürdökántól. Erről már lehet láthatatok videót a csatornán, ugyanis a Barangolás Romániában rész kiment róla, ugyanis ez egy román képregény. Szintén gyerek képregény. Nort elküldik a szülei a nagyszülőkhöz a nyári szünetben 4 hétre, és ő egyébként ilyen felhőpásztor családból származik, szóval vigyáz a kis felhőkre, és közben különböző kalandokba keveredik, és annyira cuki ez a könyv. Nagyon-nagyon cuki, be lesz linkelve, csak már nem oda, tehát valahogy úgy csinálja most már YouTube, hogy ide mutatok, oda beteszi talán az i betűt, és a leírás legalján fogjátok megtalálni a videóhoz vezető linket, azt hiszem. Na mindegy, és van benne egy kis sárkány, akit Humor Jacknak hívnak. Úgyhogy ez nagyon-nagyon cuki könyv volt, és azt hiszem már mire ez a videó kimegy, nem lesz titok, hogy egyébként júliusban a BookTube könyvklubban könyvheti megjelenéseket olvasunk, és ez lesz az egyik közös kötet, úgyhogy olvasatok Nort. Nagyon cuki! És az utolsó könyv, amit még befejeztem júniusban, az nem más volt, mint egy Wings of Fire kötet. Megint! Ez már a 14. volt a sorozatban, tehát az utolsó előtti kötetről beszélünk, az Dangerous Gift című. Az előző részhez képest ez most jobban tetszett, bár kicsit ez meg milyen kilógott a sorból, mert nem konkrétan olyan szereplő narrája, aki úgymond benne van a proféciában. Ugye, mint az előző etapban, ugyanez volt Peril, hogy igazából ő is csak úgy kapott egy saját részt, és igazából itt Snowfall a narrátor ennek a kötetnek, aki ugye az Icewingeknek az új királynője, miután az előző sorozat végén meghalt az anyja. Igazából ez a kötet arra volt jó, hogy kicsit így megismerjük jobban az Icewingeket, meg hogy esetleg ők miért tartanak annyira a Nightwingektől, még mindig van, hogy a Snowfall kicsit ilyen paranoiás, ugye az egész előző részekben történtek óta, illetve az Animus mágiával kapcsolatban is, vagy azzal, mi történt, meg így a Jerboával kapcsolatban is információkat kapunk. Aki nem olvasta az előző részeket, annak ez semmit nem mond egyébként, de mindegy. Ha valakit érdekel, akkor azért ezt így elmondom. Szóval nagyon sok ilyen háttérinfót kapunk inkább ebben a kötetben, ami egyébként tök jó volt olyan szempontból, hogy nyilván a világépítéshez ez is hozzátartozott, szóval ilyen szempontból nagyon élveztem, illetve végre az emberek meg a sárkányok elkezdtek kapcsolatot létesíteni egymással, és akkor most már egy az ő kapcsolatuk is alakul, mert ugye az előző kötetekben folyamatosan felmerült, hogy hát egészen olyan, mint hogyha ezeknek a scavengeröknek, ahogy ugye hívják az embereket, a sárkányok lenne értelmes gondolataik. És hát ugye értelmes lényeket már nem akarnak annyira megenni, úgyhogy elindultunk ezen a vonalon is. Volt egy pici Winter content is benne, aminek nagyon örültem, mert ugye a Winter az egyik kedvenc szereplőm az egész sorozatban, nagyon-nagyon szeretem őt,
és nagyon szerettem Snowfall és Lynx barátságát is, ami még így benne volt a kötetben, úgyhogy kicsit ez jobban lendületet adott ahhoz, hogy folytassam, és most már az utolsó részt hallgatom belőle, ami elvileg az utolsó-utolsó Wings of Fire rész a 15 részes sorozatban. Tehát ezeken kívül már csak a kiegészítő köteteik lesznek. És befejeztem. Úgyhogy igen, és ezek voltak azok a könyvek, amiket én júniusban fejeztem. De kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyveket fejeztetek be a hónapban. És hát igen, tehát ahogy mondtam, elég erősen magyar szerzős front volt, mert ez azt jelenti, hogy olvastam 4 különböző magyar szerzőtől, és mindegyik új szerző volt számomra, de egyébként majd szeretnék egy magyar szerzős könyvajánlót is valamikor a közeljövőben készíteni, mert úgy érzem, hogy most már elértem azt a szintet, hogy olvastam már egy videóra elegendő, vagy akár 2 videóra elegendő magyar szerzős könyvet is, ami így pozitív élmény volt. Szóval ezek voltak a júniusi olvasmányaim, úgyhogy tök elégedett vagyok a hónapban a teljesítményemmel, meg tök jó élményekkel gazdagodtam, úgyhogy nagyon örülök neki. És hát az ellopott kívánsággal, meg egy-két hónappal ezelőtt a Juli vagyokkal úgy néz ki, hogy az éves kedvencek listámban már úgy nagyjából 2 magyar szerző benne lesz. Szóval izgalmas. De ez még csak a fél év volt, és még fél év hátra van az évből, ami nagyon gyorsan el fog egyébként menni, úgyhogy még bármi megtörténhet, de nagyon esélyesnek tartom az ellopott kívánságot éves kedvencnek, mert annyira jó élményt adott. Ennyi volt ez a videó mára. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!